a Szigus színpadunk, és mellé egy megnyitó ünnepségünk is, és ezzel szeretném átadni a szót a Riot Games munkatársának, George-nak. George, kezdődjék a nyitó ünnepség! Sziasztok! Óriási szeretettel köszöntünk itt a helyszínről mindenkit! 131 csapat, több mint 1000 mérkőzés, és 4 hónapnyi meccs dömping után vagyunk itt most a 2016-os Elit bajnokság döntőjében. Óriási szeretettel köszöntök itt mindenkit a helyszínen és otthon a stream előtt is. Én magam Riot Daedalus vagyok, az a George Rott. Köszönjük szépen, hogy itt vagytok velünk. A 2 millió forint összdíjazásért ma a Wild és a THL csapata fog megküzdeni. Én azt mondanom, hogy ne is nagyon húzzuk tovább a szót, ismerkedjük meg egy kicsit a csapatokkal. Először is, mivel a THL csapata jutott be ebbe a döntőbe, velük kezdjük, nézzük meg egy rövid bemutató filmet róluk. Egyszerűen szenzációs az ő játéka is, és bűven van már neki is varázsát. Team Horizon Leapers összes csapattagját, mindenkinek egy nagy tapsot szeretnék kérni. Először is top lane-en, azaz a felső ösvényen, Marin HBS. Dzsungelben az erdészügyi miniszter Blurzor. Azt elmondjuk, hogy ez idejét. Felakarák idejét. Középső ösvényen Skinzor. A lövész az az AD Carry Joe. És végül, de nem utolsó sorban, aki nem fogja beverni a fejét, szerintem nem fogja, mert odafigyel arra, hogy úgy jöjjön fel. A támogató játékos Little Pony, óriási tapsot szeretnék kérni neki is. Nem lehet a jó fejét. És akkor a Team Horizon Reapers ellenfele ma este a Wild Cooler Master lesz. Azt szeretném javasolni, róluk is nézzünk meg egy rövid bemutató filmet, hogy hogy kerültek ide az Elit Bajnokság 2016-os döntőjére. A Garbivertjét megvette az olyan homokórájához. Tehát az első és egy páros az Otyi, jön a harmadik felvarása, jön az ADN végső képesség, viszont a képessége még él a vonzás korán, jól csak a bankokra! Viszi volt nincs, visz már, nincs három fő, már végső képesség jön ki Grától, de ez is kevés, elpusztul Grát! 2-0-ás erre és lőn DRX hátulról, pajzsar vagy akár nyugodt címmel, a kivirágzás jó, jön puszkál, DRX meghal, Zonyi szintén, 4-0-ás erre! Hölgyeim és uraim, szeretném bemutatni a Wild Multigaming tagjait. Egy óriási tapsot szeretnék kérni először is a felső ösvényen Vaziernek. A dzsungelben nem fogja beütni a fejét, amikor feljön Fonsky! Óriási tapsot! Lehozta! Középső ösvény, ő se fogja beütni a fejét, mert figyel, ADM! Lövész úr, egy nagy tapsot szeretnék kérni, Hayan Máté! És végül, de nem utolsó sorban, a támogató játékos, Hextasy! És akkor itt van a kék oldalon első meccsen a THR, piros oldalon pedig a Wild csapata. Egy óriási nagy tapsot szeretnék kérni mind a két együttesnek.
Srácok, kérlek, foglaljatok helyet, kezdjétek meg a számítógépek beállítását, és akkor én pedig visszaadnám az elemzőasztalnak a szót. Thanatos, te jössz. Asza, hát ez tényleg egy gálamérkőzés, ez méltó megnyitó ünnepség volt. Gondolom, hogy erről az estéről tényleg nem érdemes lemaradni, itt az ideje hívni a haverokat, szólni anyunak, vagy pedig egyáltalán bármit csinálni, hogy egyre többen és többen legyetek, együtt lehessen élvezni a ma esti webdöntőt. Viszont akkor úgy érzem, hogy itt az ideje, most, hogy helyet foglaltak a csapatok, hogy magáról az ütközetről beszélünk egy picikét. Mit gondoltok, urak, melyek azok az ösvények, amelyekre érdemes lesz odafigyelni, vagy mely játékosok kaphatják hátukra csapatukat és dönthetik el az adott mérkőzéseket? Én úgy látom, hogy a Team Horizon Reapers részéről mindenképpen fontos lesz a dzsungel és középső ösvénypáros, valamint Marinnak az egyéni játéka. Nem hiszem, hogy Lurza sokat genkelne topra, inkább a középső ösvényt fogják fókuszálni, illetve a Wide részéről, amit Fanskynek szerintem erőltetnie kéne, az ebből kifolyólag a top és mid gang. Részükről szerintem prioritást élvezne az, hogy a botlane-t meghagyják 2v2-nek. Én úgy érzem,